Jó napot kívánok! Ez a Hát így podcast újabb adása. Örülök, hogy velünk vannak. Mai vendégünk, ez Zoltán. Szervusz, itt tegeződünk ebben Igen. a adásban. Sok-sok-sok éve ismerjük egymást. Kapcsolatunk alapvetően szakmai természetű volt. Találkozhattak vele a magyar nyilvánosságban. Oroszország szakértőként egyébként egyetemi oktató, történész. A hát így podcast mai adásából. Az a e, magyar kormány, amelynek vezető politikusai élesen bírálták a Putyini Oroszországot akkor, amikor együttműködő volt, amikor a nyugat vezető hatalmai keresték a politikai és gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, amikor Oroszország nem annektált területeket, betartotta a nemzetközi jogszabályait. Akkor, ugye éles bírálattárgya volt, és akkor, amikor drámaian megromlik a belső belpolitikai helyzet, amikor nincs tekintettel a nemzetközi szabályokra, agresszorként lép fel, lehasít, kihasít egy országból területet, majd teljes értékű háborút indít egy ország ellen, akkor meg védelmére kerünk? Hát így. Gyurcsány Ferenc podcastje. Nem fogjuk meglepni önöket, Oroszország alapvetően a témánk, erről szoktál te mesélni nekünk is, tanítani bennünket. Kell-e félni Oroszországtól, Zoli, mostanában, vagy régebben kellett -e félni? Hát miután azok közé tartoztam, aki 22. februárja előtt a háború megindítását megelőző hetekben, hónapokban határozottan azt gondolta, hogy erre a háborúra nem kerül sor, tehát én komoly érveket próbáltam felsorakoztatni amellett, hogy ez egy önsorsoltó lépés lenne Oroszország részéről, és ennek ellenére megkezdődött a háború, és ez a háború intenzitásából azóta sem veszített, és elképesztő dolgok történnek az orosz belpolitikában, mind politikai, mind ideológia, mind kulturális tekintetben, ezért az a fajta Megértő sok tekintetben, még az utolsó időszakban is elfogadó viszonyom, a putyini politikához, bár 2011-12-től erősen bírálom már ezt a politikát, arra tehát, hogy azt mondjam, hogy inkább kell félnünk, tartanunk kell, semmint, hogy abban bízzunk, hogy valamiféle józanság kerekedik föl, és az orosz politikai osztályban lesznek olyanok, akik jó irányba terelik Putyint, vagy ne adj Isten, elszánnák magukat, hogy elmozdítsák Putyint és Amikor azt mondod, hogy van félnivalónk, akkor a bennünket néző, és a nézőtőkére tökéletek elnél is azt mondom, hogy átlagos magyar, akinek hát nem Oroszország, jár mindig a fejében, Igen. éli a család életét, utazik buszon, villamoson, Igen. és hát nem tudom, mi a valóságos félni félnivalója? Mi lehet a következmény ennek a sztorinak Magyarországra nézve, tehát azokról beszélgetünk, akikkel találkozunk az utcán? Hát valószínűleg a leg leginkább elképzelhető következmény, hogy egy olyan új Világrendben találjuk magunkat, ahol a nyers erőnek, az erősebb jogán fellépőnek, sokkal nagyobb mozgástere lesz, mint volt a második világháborút követően, mert a második világháború után legalábbis Európában mégiscsak kialakult egy szabályrendszer, amelyik próbált az erőszakról lemondani, és mondjuk a délszláv háborút leszámítva ehhez többé-kevésbé tartotta is magát, és ehhez képest mindaz, ami részben már 14-ben történt a Krím annektálásával, illetve a kelet-ukrajnai megyék fellázításával, és még inkább azok után, hogy 22-ben minden alap nélkül megtámadott egy szuverén országot Oroszország, és úgy tűnik, hogy nem nagyon kész arra, hogy az elfoglalt területeket, ami körülbelül Ukrajna területének, mint egy egyötödét teszi ki, visszaadja, átadja Ukrajnának. Szóval egy olyan új világrend alakulhat ki, hogyha Oroszország diadalával fejeződik be ez a háború, amikor sokkal gyakrabban lehet majd arra számítani, hogy valaki az erősebb jogán különböző történelmi hivatkozásokkal hogy miértünk ott előbb, miértünk ott hosszabb ideig, mégiscsak az erőszakhoz fog folyamodni. Nem biztos, hogy így lesz, de nagy valószínűséggel egy ilyen világ. Világ felé tartunk. Ha viszont Oroszország ebben a háborúban kudarcot val, és a kudarc ebben az esetben nem jelentene többet, mint hogy azokról a területekről le kellene mondani, ami a nemzetközi jog alapján Ukrajnához tartozik. Senki nem beszél Oroszország megsemmisítéséről, senki nem törekszik erre. Nagy felelőtlenség lett volna, hogyha a nyugat bármikor is ezt a gondolatot forgatta volna a fejében. Szóval, hogyha Oroszország kénytelen lesz visszakozni, az viszont talán azt a reményt megerősíti, hogy csak bizonyos normák, szabályok azok, amik meghatározzák, hogy államok hogyan élnek egymás mellett. Ebben az értelemben gondolom, hogy van félnivalónk, hogy ez a világrend hogyan alakul át. Abban a tekintetben kevésbé vagyok borulátó, hogy Oroszország elszánná magát bármely NATO ország megtámadására. Hmm. Tehát én értemben nem azt akarom sugalni a magyar hallgatóinknak, nézőinknek, hogy attól kellene tartani, hogy itt elindul Magyarország, Lengyelország ellen, vagy bármely NATO ország ellen. Ennek nagyon kicsi esélyt adok, de okulva a 22 előtti optimizmusomból, dőre optimizmusomból, teljes egészében ezt sem zárnám ki. Van annak valami. Eh... Oka, mélyebb oka, hogy Oroszország ezekben a konfliktusokban mindig képes volt magát megvédeni, és senki nem tudta megroppantani, és ez adja az ő önbizalmát igazából, vagy más van itt a háttérben? Hát ez biztos önbizalmat adó körülmény, ugye a... Napolén hadserege, több mint 400 ezer ember vonul bele az, be az orosz birodalomba, és a végén tízezre jönnek vissza. Hát ez kapitális vereség volt, de abban, hogy ez a kapitális vereség létrejöhessen a 19. század elején, hát szerepe volt annak a hatalmas távolságnak és területi nagyságnak, amivel akkor már az orosz birodalom rendelkezett, és hát nyilvánvalóan a 19. század elején azt a logisztikai hátteret biztosítani, hogy ilyen mélyen Páristól több ezer kilométerre eljutva folyamatosan utánpótlással lehet ellátni ezt a, az expedíciós erőt, nyilván hezen volt megoldható, és hát nyilván az is szerepet játszott, hogy az orosz társadalom is hódítóként tekintett Napóleonra, és hát az első komoly partizán háborúk is ugye ehhez a napoli háborúhoz, oroszországi hadjáratához kapcsolódnak. És hát hasonló volt a helyzet a második világháború idején, ugyan nagyon gyorsan, fél év alatt, 41 decemberében már ott vannak Moszkva alatt a német csapatok, de hát egy honvédő háború ról van szó, ráadásul azok is, akik, mert voltak ilyenek a szovjet társadalomban, akik úgy gondolták, hogy annál rosszabb, mint a bolsevizmus alig, ha lehet, és egy kultúrnemzet, mint a német nem hozhat valami rosszabb dolgot, Gondoljunk bele, hogy alig vagyunk túl a 37-es nagy terroron, és alig vagyunk túl a 32-33-as nagy éhénységen, ami nem csak Ukrajnát sújtotta, de orosz területeket is, és kazak területeket is. Tehát komoly megpróbáltatásokon van túl a korabeli szovjet társadalom, és nem véletlen, hogy néhány területen azért reménykedve várták a németeket, hát nem kellett fél év, hogy meggyőződjenek arról, hogy ez csak borzalmasabb lehet, és, és, egy elszánt háború és védekezés alakul ki, óriási áldozatok árán, tehát ezt az áldozatot mindig szoktam emlegetni, mert szerintem Európának kötelessége erre emlékezni, csak nem 27 millió ember legalábbis a pillanatnyi történeti tudásunk szerint adja életét szovjet oldalon, miközben a három legfontosabb szövetséges állam a britek, a franciák és az amerikaiak együttesen ebben a háborúban másfél millió embert vesztenek. Tehát lehet látni, hogy ezt a háborút nyilvánvalóan a náci Németországgal szemben a Szovjetunió nyeri meg, többek között annak köszönhetően ezúttal is, hogy hatalmas területtel rendelkezett, és hát ráadásul itt 42-43-ban Stalingradnál olyan hideg, olyan példátlan hideg tör a megszálló erőkre, ami a 20. században kétszer volt, még egyszer a 70-es években és egyszer a század elején. Tehát a hideg is nagyon sokat segített ebben az esetben, de nyilván a kitartásuk, hősiességük és az a hatalmas terület, ami, ahol volt hova visszavonulniuk. Úgyhogy ezek biztos, hogy szerepet játszanak abban, hogy és joggal lehetnek büszkék erre a történelmi teljesítményre. Több egyszer hozott szóba ezt a hatalmas területet, amely nyilván nem magától lettek ilyen hatalmas. Mi erről nem nagyon szoktunk beszélgetni, tehát Szovjetunió, Oroszország történetét valamikor a romanoktól kezdve szoktuk mesélni, Igen. vagy még akkortól Igen. sem, még későbbről kezdtük el, hát nem meddig lát vissza Igen. valóban nagyjából a napoléoni háborúkig, amíg készen van nagyjából Igen. ez a birodalom. Igen. És hát, hogy milyen gyorsan nő ez a terület, néhány példával szeretném illusztrálni. 1300-ban, tehát a 11. század elején a moszkvai fejedelemség területe 20 ezer négyzetkilométer. Tehát nyilván negyede-ötöde a mai Magyarországnak. 1462-ben, amikor harmadik Iván lesz a nagy fejedelem, trónra lép, akkor ez a terület már 340 ezer 150 évvel később? Így vagyunk. 150 évvel később már 340 ezer. Ez még az Egységes Oroszország előtt, hogy a Az még, 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 még jön. Később jön. Később jön, mert hogy közbeékelődik harmadik vaszili, aki amikor 1533-ban meghal, akkor a Moszkvai nagyfejedelemség területe már 2,8 millió négyzetkilométer. Tehát két uralkodó, harmadik Iván és harmadik Vasszili, uralkodása elég volt ahhoz, hogy a 340 ezer négyzetkilométerből 2,8 millió legyen. És akkor jön 1533-ban e, negyedik, vagy retteget, vagy rettenetes Iván, aki amikor meghal 1584-ben, a moszkvai nagyfejedelemség már 5,4 millió. Ez az 5,4 millió négyzetkilométer azt jelenti, hogy akkor már a moszkvai nagyfejedelemség nagyobb, mint a rajta kívüli Európa egészen. És ugye ez a hatalmas területi gyarapodás, ez főleg keleti irányba indul el, és főleg azt követően, hogy negyedik Ivánnak 1552-ben, illetve 56 ban a kazanyi, illetve az asztrahányi kánságot, ez az aranyhorda két utódkánsága volt, sikerült legyűrnie, és ezt követően van egy olyan 150 éves periódus, amikor elképesztő ütemben gyarapszik, és ennek az elképesztő... Ellenállás nélkül megy, megy, keletre. megy, megy, megy gyakorlatilag lakatlan területek, vagy civilizatórikus értelemben, hát sokkal fejletlenebb, erőtlenebb, kis lélekszámú etnikai közösségeken halad keresztül, és hát foglalja el területeiket. És hát 1676-ban már a Csendes Óceánnál vannak, néhány évvel képse, később Kamcsatkán, és néhány, egy olyan jó 80 évvel később, már második Katalin, tehát ez a 18. század második harmada, már Alaszkán vannak. Szóval keletre nem ütköznek különösebb ellenállásba, de nem lenne teljes a kép, ha megfeledkeznénk arról, hogy eközben északon is, és délen is, és nyugaton is terjeszkedik az európai területein. Európában első Péter idején, a 18. század elején megszerzi a mai Észtországot és Lettországot. Litvániát azt durván fél évszáddal később a lengyel felosztásokkal, az 1772-es felosztással szerzi meg. Len délen, a Kaukázus déli oldalán, ahol ma Három szuverén állam létezik, Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán, vagy ahogy a grúzok szeretik magukat és kérik magukat nevezni, Georgia. Na most ezeket a területeket Oroszország a 18-19. század fordulóján szerzi meg és aztán a Napolén háborúkhoz kapcsolódóan 1809-ben a svédektől megszerzik a Frin nagyhercegséget, és Finnország egészen 17. december 6-ig a Mikulás hozza meg nekik a függetlenséget, oda tartozik a birodalomban, nagy-nagy szabadságot élvezve a birodalmon belül, és 1812-ben Beszarábiát és a Prut és a Nyeszter közti területet, a mai Moldovát is egészen az első világháborúig magáinak tudhatja az orosz birodalom, és az utolsó jelentős terület gyarapodása az a 19. század utolsó harmadára esik, amikor az akkor orosz Turkestánnak nevezett területet gyűjti be. Ez az, ahol ma Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tajikisztán és Kirgizisztán található. A kazaksz az előző évszázadban szerzi meg. A 17. században, első Péter előtt, hát senki nem gondolta arra Európában, hogy Oroszországot bármilyen szövetség részének tekintse. Egy távoli, egzotikus vidék volt, amelyikkel nem kell különösebben foglalkozni. Első Péter lesz az, aki felteszi Európa térképére Oroszországot, amikor a lovak király 12. Károly Svédországát és Svéd erejét legyűri. Nem volt Egyszerű ez az északi háború, de végül is sikerrel járt, és akkor válik domináns hatalom már Észak-Kelet-Európában. De Európa egészét tekintve az öt nagyhatalom egyikévé a Napolni háborúk végén a Bécsi Kongresszussal válik. Átmenetileg ezt veszíti el a Krími háborúban, és a Krími háború tapasztalatai, ami ugye 53 és 56 között zajlik, kényszerítik arra az orosz birodalmat, hogy vagy jelentős átfogó reformpolitikába kezd, vagy ebből a nagyhatalmi státuszból neki távozni kell, mert mert a gazdaság, a hadsereg, a haditechnika állapota olyan, hogy nem tudja ebbe a versenyben részt venni. Aztán lassan eljutunk a mába, ahol Oroszország jelent valamit. Sokáig reménységként tekintett mindenki különösen a Jelenszín korszak elején Oroszországra, hogy valamit történni fog, demokratizálódni fog. Most inkább ilyen bajkeverő, troublemaker szerepben Igen, van itt a világpolitikában. Igen. De hogyha most eltekintünk ettől, és megpróbáljuk kézzelfoghatóbbá tenni, hogy mit jelent Oroszország, utaltál már rá, eh, gazdasági, pénzügyi, Világkereskedelmi értelemben mekkora erőt képvisel ma Oroszország, hogy kezdjünk innen, mert ez könnyen leírható? Hát nominális értéken a világ 11. legnagyobb gazdaságáról van szó utaltam rá, 23-ban az előzetes adatok szerint olyan 1800 milliárd dolláros GDP-t állít elő. Vásárlóparitáson jobb a helyzete, ott valószínűleg a világ 5 6 legnagyobb gazdasága, és ahogy utaltam rá, hát a 10 legnagyobb gazdaság között ugye a vezető nominális értéken a vezető pozíció továbbra is az Egyesült Államoké, és ebben a 10 államban, Amerikán kívüli 9 államban, csak két olyan állam van, amelyik nem tartozik az Egyesült Államok szoros politikai és katonai szövetségesi körébe, ez Kína és India. De egyébként csak olyan államok vannak ebben a tízes listában Amerikán kívül, amelyek ebbe a szövetségesi körbe tartoznak. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy 27 ezer közel 27 ezer milliárd dolláros GDP-vel rendelkező, nominális értéken rendelkező Amerika áll szembe az 1800 milliárdos GDP-vel rendelkező Oroszországgal, hanem ha a kollektív Nyugatot nézzük, akkor olyan erőfölény képvisel gazdasági értelemben, ami, hogyha Kína teljes egészében is, és még India is támogatója lenne Oroszországnak, akkor is ez a fölény nyilvánvaló lenne. Egyébként visszatérve a beszélgetésünk első kérdésére, hogy kell-e Oroszországtól? Egy ország, amelyik a költségvetésének a harmadát katonai célra fordítja, az valószínűleg nem csak Ukrajna ellen akar harcolni. Tehát itt van egy elgondolkodtató körülmény, ez a nagyon erős odafordítása a hadipari termelés felé Oroszországnak és a költségvetés kiadási oldala, ami azt mutatja, hogy itt, itt lehet, hogy más elképzelések is vannak. Itt vannak transzkaukázus, tehát ott vannak a grúzok, ott vannak az örmények, ott vannak az erik, az egy kicsit bonyolultabb téma lenne, ott vannak a moldávok, és hát ott van a Baltikum, amelyik velünk együtt lett a három kis balti állam, az EU tagja, és második körben utánunk a NATO tagja is lett, de hát ez a három kis néhány milliós ország nem alaptalanul nyugtalan ebben a történetben, és hát láthatóan a lengyelek is, és a háború költsége, ez azt jelenti, ez a 11 ezer milliárd rubel, hogy ez folyó árfolyamon kb. 120 milliárd dollárnak felel meg, ez napi 300-310 millió dollár. Ez a 120 milliárd dollár, ami a háború költsége, az pillanatnyilag gyakorlatilag a külkereskedelmi szaldó plusza. És amíg ez a plusz jön, addig valószínűleg a lakosság nagy része csak itt-ott amot fogja érzékelni, hogy folyik ez a háború. Amikor azt mondod, hogy még javult is a külüker nem kell ezt tudnia mindenkinek, ez mit jelent teljesen, de te akkor nem mondod azt, hogy azoknak lehet igaza, és most nem magyar Igen. politikai vitára Igen, Igen, akarok utalni egyáltalán, nem tudod ebben a műsorban, uh -huh. akik azt mondják, hogy nem működnek a szankciók, hogy a szankciókkal nem érte el az eredményt, azt az eredményt az Európai Unió, amit Igen. egyébként vártunk tőle. Nem hiszem, hogy az EU politikáját meghatározó apparátusban, akik valóban a szankciós politikát, történetét és következményeit ismerik, bármikor is abban az illúzióban ringadták volna magukat, hogy rövid távon, különösen a globalizációnak azon a szintjén, ahová a 21. század elejére a világ eljutott, hatékonyan lehet megtörni és politikai akaratot megváltoztatni. Ennek ellenére a szankciók nyilván drágábbá, bonyolultabbá tették a háború vitelét Oroszország számára, és ami legfontosabb, nincs alternatívája. Mert ugye két lehetőség van. Az egyik, hogy amit egyébként a magyar miniszterelnök is folyton folyvást ajánlott, hogy tárgyaljunk az oroszokkal. Hát annál jobbat, hogy én megtámadok egy országot, és mindenféle következmény nélkül leültetnek tárgyalni, nehéz elképzelni. Tehát politikai és erkölcsi kötelessége volt azoknak az országoknak, amelyek a Második világháború után kialakult rend védelmében érdekeltek, hogy világossá tegyék, hogy egy szuverén államot következmények nélkül nem lehet megtámadni. Tehát a szankciók funkciója politikai és erkölcsi. Döntően az, hogy jelezni, hogy következménye van annak, ha te agresszorral válsz. Az, hogy ezen túl nehézségeket okoz, költségeket növel, az egy járadékos dolog, de azt elképzelni, hát Iránt nem tudta megroppantani, sokkal kisebb gazdaságot. Tehát az teljes illúzió és félrevezetés azt a benyomást kelteni, hogy az Európai Unió azt ígérte nekünk. Lehet, hogy voltak politikusok, akik felelőtlenül ilyet mondtak, de nem tudom elképzelni, hogy az EU politikáját kialakuló, kialakító háttéraparátusokban egy pillanatig is az a feltételezés fogalmazódott meg, hogy szankcionáljuk Oroszországot, és az majd jobb belátásra. Végül. A birodalmakkal kezdtük, és a, hogyan alakult és hogyan viselkedik az orosz birodalom. Egy pillanatra, hogy elhelyezzük ezt az ukrán háborút is valahova, itt a közelmúltban nem az történik, hogy az ember nem tud leszokni a birodalmi szokásairól. Mm. Hát 2008 ugye a Grúz Igen, háború, háború Igen. az most már 16 év. Igen. És azóta jó néhány kisebb-nagyobb konfliktus Igen. volt, de nem, hogy végig kell mondanunk, ebből nem az látszik, hogy javíthatatlan az a birodalmi ösztön, hogy már pedig én diktálni akarok és erővel akarok diktálni, és nem vagyok hajlandó elfogadni, nálam kisebb, gyengébb, a perifériámon ott lévő államocskáknak a létezését? Van egy ilyen állami ösztön? Biztos, hogy van egy állami ösztön, sőt azt gondolom, hogy ez nem csak a politikai osztályban és annak meghatározó politikusaiban van jelen és erősödik fel az utóbbi időszakban, de bizonyos értelemben az orosz egy részében is azt hiszem ott van. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a tízes években, sőt már azt megelőzően is, egy ukrajnai közönkutató Intézet és a Levada Központ, ami egy független nagy intézet Oroszországban, párhuzamosan méréseket végzett arra vonatkozóan, hogy az ukránok mit gondolnak az oroszokról, hogyan viszonyulnak hozzájuk, illetve az oroszok mit gondolnak az ukránokról. És ami nagyon érdekes, hogy még 2014 után is, tehát azután, hogy lehasították a krimfél és hogy 14 áprilisában elkezdték föllázítani a két kelet-ukrajnai megyét, a Donetski és a Luhanszki megyét, az ukránok lényegesen jobb véleménnyel voltak az oroszokról, mint az oroszok az ukránokról. És szerintem ennek két oka volt. Az egyik, hogy az ukrán médiatér az tagolt, különböző érdekcsoportoknak a felügyelete alatt van, tehát nem úgy, mint Oroszországban, ahol a politikailag értékes médiumok, főként a televíziók fölött egyértelmű és korlátlan állami ellenőrzés van, tehát a kormányzat diktálja, hogy mi kerül a nagy nyilvánosság elé. Ez az egyik, tehát ott, ahol egy tagolt és demokratikus médiatér van, illetve ott, ahol koncentrálta lehet. Nem lehetett egy... diabolizálni így Ukrajnában van, így, az orosz így, így világot. Így pontosan. És lehet, hogy lehet voltak ilyen van. csatornák, de Nem voltak is. olyanok, akik mást. De van itt egy másik. Ez a... A birodalmi reminiscencia. Az ukránok úgy gondoltak az oroszokra és önmagukra, hogy vagyunk mi, vagytok ti, éljetek úgy, ahogy nekik te, nektek tetszik, és mi szeretnénk úgy élni, ahogy nekünk tetszik, mert hogy egy születőben lévő modern politikai nemzet így gondolkodik, ha normális, nem akar konfliktust a környezetével, és azt gondolja, ahogy én belátom, hogy nem ügyem, hogy megmondjam nektek, hogy hogy éljetek, ugyanúgy elvárom, hogy ti sem mondjátok meg, hogy mi hogy éljünk. Na most ez az orosz társadalom egy részére nem jellemző. Az orosz társadalom, és ráadásul egy idő után ezt egyre erőteljesebben a politikai osztály is próbálta elmélyíteni, hogy hát mi voltunk az egykori birodalom meghatározó nemzete, etnikai közössége, hát mi illetékesek vagyunk, hogy meghatározzuk, hogy ti hogy éljetek. Nekünk jogunk van arra, hogy eldöntsük, hogy ti mit gondoljatok a jó életről. Tehát ezek a reminiscenciák, ezek a képzetek elég gyorsan visszaélesíthetők voltak az orosz társadalomban, és hogyha valaki 2008, de főképpen 2014 után figyelte a nagy központi orosz tévék esti műsorait, politikai műsorait, akkor lehetett látni, hogy hosszú évek kitartó munkájával miítettéke, szóval olyan nyelven szólaltak meg közszereplők, amit én magánbeszélgetésben nem engednék meg Oroszországgal és kapcsolatban. Mégsem hitted el és mégsem hitted el És mégsem hitted előtt, előtt, hogy ennek van egy cívzatossága. Így van, pontosan. Tehát nem hittem el, Mint hogy a ebből... Mint nem hitték el. Igen, 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 igen. Szóval az a helyzet, hogy, hogy emiatt a jövőre vonatkozóan próbálok nagyon-nagyon óvatos lenni, mert hogy ott láttam és elképettem, hogy mit kapnak az ukránok, mit kapnak a lengyelek, mit kapnak a baltiak, mit kapnak az amerikaiak, mit kapnak az angolszászok. Szóval olyan kocsmai hangnemben folyik estéről estére 2014 és 22 között a három nagy központi orosz tévében ezek gyalázása, amit még egyszer mondom, a büfé sorba állva, a beszélgető társammal beszélgetve nem engednék meg magannak. Minden bizonyja, amiért az Oroszországot 1990 vagy a 2000-es évek elejét követően mi félre ismertük Mert a végeredményben ezt most látjuk. E, in, tehát ezt nem kérdezem meg, tehát, hogy félreismertük-e, vagy Igen. sem mert félreismertük. Milyen hibát követtünk mi ebben a történetben, és... E, e, Hordozza-e valaki különösen ennek a hibának a felelősségét, hogy Európa uh -huh. és Oroszország ide jutott, ahova jutott? Hát ez egy nehéz kérdés, és ugye visszafelé tekintve az ember mindig okosabbnak tűnik, és azt mondja, hogy jaj, jaj, hát ott, ott, ott. De tudok egy, egy elég érdekes példát felhozni arra, hogy, hogy, hogy megszületik a felismerés, a nyilvánvaló felismerés, hogy itt egy félreértett Oroszországgal van dolgunk, de annak az országnak az első számú vezetője és politikai osztálya mégsem módosít a politikán. 2014-ben a Krím megszerzését, lehasítását követően hát elég szerény szankciókkal sújtják Oroszországot, de az egyik nagy szimbolikus szankció, hogy kiteszik a G8-as csoportból, de bemarad a G20-asban. És a G20-as csoport nyáron Ausztráliába tartja a csúcs találkozóját, és ott Merkel, aki mindig is a modus vivendi embere volt a nyugati táborban, már mint ami Oroszországot illeti, Merkel leül és külön is tárgyal több órán keresztül Putyinnal kijön a tárgyalásról, a négy szemközti találkozóról, 2014 nyarán vagyunk, és azt mondja, Putyin úr egy más világban él. Ezt a sajtótájékoztatón tőle teljesen szokatlan módon, így nyersen és világosan megfogalmazza. Mindeközben a, a Németorsz, tehát a Merkel világosan látja, hogy elbeszélünk egymás mellett. Amit én mondok, és amit ő mond, az semmilyen, se, sehol nem találkozik egymással. Tehát ezt felismeri, ezt ki is mondja. Most ehhez képest a németek, akik 2011 végén átadják az Északjáromlat egy vezetéket, ami a Balti-tenger fenekén 55 milliárd köbméteres éves kapacitású vezeték volt, két 27,5 milliárdos vezeték páron jön. Európa felé a gáz. 2012-ben, tehát abban az évben, amikor már ez a vezeték teljes kapacitással működik, ugye 11 végétől kezd el működni, 12-ben 32 milliárd köbmétert gázt vásároltak összesen Oroszországtól. 2021-ben 58 milliárdot. Merkel 14-ben kimondta, hogy Putyin egy más világban él, nem értünk szót egymással. Németország majdnem úgy megduplázza az ezt követő években az Oroszországtól való gázvásárlásait, sőt belefog az északi kettő vezeték megépítésében, ami meg is épült, csak a háború miatt nem kapja meg az üzembe lépés üzemeltetési engedélyt. Tehát röviden azt akarom mondani, hogy egy idő után Láthatóan vezető nyugati politikusok is érzékelik, hogy itt probléma van, de nyilván a német tőke, a német gazdaság érdekei és más dolgok ezt a felismerést elhomályosítják. Én visszatekintve egyébként a 2000-es évekre, tehát 2000 és 2008 közti Putyin első két elnöki ciklusára. Azt gondolom, hogy a nyugat nem teljesen alaptalanul reménykedett abban, hogy itt egy a külvilággal együttműködő, a nemzetközi szabályokat betartó, és az együttműködésből a maga számára is egy csomó előnyt nyerő Oroszország, az nyugati érdek is. Tehát szerintem, amikor ugye 2000-től Oroszország vezetője Putyin az első évben tehát ahogy beik, márciusban megválasztják, májusban beiktatják, május követően ellátogat, csak az első elnöki évébe ellátogat Párizsba, ellátogat Berlinbe, Berlinben a Bundestagban németül mond egy beszédet, ellátogat, Ró a tapság, ellátogat Rómába, és ellátogat Madridba. Londonban csak azért nem látogat el, mert Tony Blairrel más körülmények között Ötször találkozik abban az évben. Láthatóan Blair kapta azt a feladatot, hogy fürkészen már ki, hogy ki is ez a Putyin. Tehát amikor a nyugat úgy látja, és aztán itt a mi térségünkben Kvasniewski, a szociáldemokrata lengyel elnöke van Lengyelországnak ezekben az években, tehát a 2000-es évek elején, ugye Lengyelország is, amelyik hát történetileg hagyományosan nagyon bizalmatlan Moszkvával szemben, ő lesz az első, aki úgy érzékeli, hogy hát az is, az lengyel érdek lehet, ha egy konszolidált, kiszámítható, belső viszonyaiban is stabil Oroszországgal mi a politika és gazdasági kapcsolatokat bővítjük. Tehát visszatekintve a két első elnöki ciklusra, én azt gondolom, hogy a nyugat nem biztos, hogy hibázott, lehet, hogy naív volt, de azt hiszem, hogy, hogy ott nem volt teljesen alaptalan vagy reménytelen az a feltételezés, hogy a kiterjedt kapcsolatok azok ebbe a közösségbe egy együttműködő szereplőként bevonják Oroszországot. Ez, nézd, muszáj egy ilyen dramaturgiai helyzetben föltenni azt a kérdést, hogy melyik Putyin az igazi. Uh -huh. Szóval szerepet játszott azért, hogy kellő erőt gyűjtve majd azt csinálja, amit aztán uh -huh. 2008 és majd 2010 után csinált, vagy nem, az egy valódi Putyin volt, aki valamilyen oknál fogva megváltozott. Uh -huh. Melyik állítása helyesebb szerint? Azt hiszem, mind a kettő benne van. Na, és megpróbál, megpróbál megmagyarázni, hogy miért van benne mind a kettő. Az első elnökség, ami 2000 és 2004 között volt, az egy olyan periódus, amikor látható már csak abból is, hogy alig vannak személyi változások. Hogy bizonyos értelemben tartja magát ahhoz az alkúhoz, aminek eredményeképpen Jelcink környezete őt választotta ki. Tehát még nem olyan stabil a helyzete, hogy egy csomó helyen frontot nyisson, illetve ahol a frontot nyit, nem teljesen irracionális. Tehát amikor például találkozik a, az oligarchákkal, akik akkor valóban oligarchákként léteznek. Tehát olyan nagy befolyású üzletemberekről van szó, akik nem lobbistaként viszonyulnak az államhoz, és a saját üzleti tevékenységükért próbálnak ezt vagy ezt kijárni, hanem azt gondolják, hogy gazdasági súlyuknál fogva feljogosítottak arra, hogy a politika, stratégiai döntéseit befolyásolják. Tehát az én megfogalmazásomban ez az oligarha. Ilyen értelemben szerintem Magyarországon soha nem voltak oligarhák. Tehát olyanok, akik a közhatalomra folyamatosan olyan nyomást tudtak volna gyakorolni, hogy a közhatalom egy nyomás nyomán befolyásolva ö, hozza meg belpolitikai, külpolitikai vagy gazdasági döntéseit. De Oroszországban a közhatalom nagyon gyengévé válik a 90 esek végére. Ezek a főleg az energetikai, illetve a pénzügyi szektorban nagy vagyonra szertett emberek. Hát Hodorkovskijnak 2003-ban akkora vagyona, hogy a nemzetközi Forbes listán 28 28 Tehát elképesztő vagyonbirtokosairól van ebben az esetben szó. Tehát a Putin behívja őket beiktatása után, és azt mondja, lényegében azt a dílt, azt az üzletet ajánlja fel nekik, hogy ha kivonultak a politikából, akkor mi nem fogjuk firtatni, hogy hogyan jutott hozzátok ez a hatalmas vagyon. ezentúl a paraván mögötti alkuk világának vége, ti nem hívtok föl, nem jöttök hozzám, nem akartok befolyásolni politikai kérdésekben, viszont én megadom nektek azt a lehetőséget, hogy ami már nálatok van, azzal gazdálkodjatok és vonuljatok vissza a gazdaságba. Nem volt teljesen irracionális a Kremnek az a törekvése, hogy az oligarchákat a politikából kiszorítsa, de összességében bizonyos keretek között, keretek fogja még. Putyin érzékeli, hogy stabilizálni kell a helyzetét. Az első nekem agodalmat jelentő pillanat, az 2003. decembere, amikor Putyin már nagy

kifizetik a fizetéseket időben, a reáljövedelmek ebben az évtizedben 10-10 százal, százalékkal nőnek, robusztusan, évről évre. Hát ha más nem tudunk Putyinról, ez megmagyarázza, hogy a társadalom miért hálás neki. De 2003-ban, decemberben van parlamenti választás, az első Putyin elnöksége idején, és azt gondolná az ember, hogy az általa támogatott párt, az Egységes Oroszország, hát simán nyer, és ehhez teljesen méltányos feltételeket lehet biztosítani. De Putyinról kiderül, hogy keveset szeret a véletlenre bízni. És teljesen egyenlőtlen feltételek vannak akkor, amikor biztos lehettek, biztosak lehettek a győzelembe. Akkor joggal vetődik fel a kérdés, ha nincs politikai kockázat, mégsem teremtesz méltányos feltételeket a parlamenti választáson, akkor mikor fogod ezt megteremteni? És aztán innen, ahogy haladunk időben, amikor az ember már második ciklusban elnök, sőt, le tudja vezényelni azt, hogy egy strómanja lesz egy következő ciklusban, hogy kiátszák az alkotmányt, az elnök, majd visszatérek. Szóval nincs az az erős személyiség, akire ne nyomna, tehát ne hatna vissza az egyre korlátlanabbá váló hatalomgyakorlásnak a tapasztalata. Tehát egyfelől kezdetben vannak ténylegesen meglévő intézményi és személyi korlátok, amelyek még a jelcini korszakból maradtak vissza, és egy idő után az a az a tapasztalás, hogy ilyen hosszan vagyok, egyre korlátlanabb módon, egy ilyen nagy országnak a vezetője, szükség, 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 szükségszerűen torzít az ember személyiségét. Ezért mondom, hogy szerintem mind a kettő benne van abban, hogy milyen Putyin áll most itt előttünk, ahhoz képest, amilyen e, volt. Két kérdés, hadd tegyek még fel neked. Az egyik, hogy Putyin személye, politikája, ha messziről nézek, akkor a nyugati világot nem osztja meg, mert nagyjából egységes azt mondják, hogy a internet nincsen rendben. Igen. Ha közelebb megyek a dologhoz, akkor találkozom olyan emberekkel és olyan politikákkal, mint a magyar miniszterelnök Igen. Politikája, Amit nem könnyen értünk, és nyilván nem azt szeretném tőled kérni, hogy ezt minősítsed, hanem hogy értelmezzük, hogy mi adhat egyébként, indokot, okot arra, hogy nagyon másképp lássa Magyarország hivatalos képviselete ma. Mm -hmm. Ezt a putyidi politikát. Szóval az van, hogy mindenki a forgalommal szembe megy csak a Igen. Magyarország látja az Igen. utat, vagy éppen fordítva. Mi? Igen. Ez? Hát nehéz erre magyarázatot találni, mert hogy emlékszünk, hogy az ellenzéki periódusban milyen heves bírálat érte az akkori szociálliberális kormányt, hogy gazdasági kapcsolatokat próbál kiépíteni és fenntartani Oroszországgal egyéb iránt 2008-ban volt a magyar kivitel messze a legnagyobb, sem előtte, sem azután ilyen magas kivitelt Magyarország nem produkált. Kétségtelen a behozatal értéke is nagyon magas volt, hiszen akkor az egekben Én voltak jó. még a, az olaj, illetve a földgázára. Szóval röviden azt akarom mondani, hogyha egy pillanatra azt a szatócs szemléletet elfogadnám, hogy azért érdemes most jóban lenni Putyinnal, mert így a magyar gazdaságnak jobb lesz, Nő a magyar kivitel, munkahelyek teremtődnek, akkor nézem, de hát ez a számunkban semmilyen formában nem köszön vissza. Nem kapjuk olcsóbban a, a, az energiát, nem látom, hogy a magyar kivitel olyan mértékben bővülne. Tehát gazdasági okokkal magyarázni, de még egyszer hozzáteszem, ha egy pillanatra elfogadnám egy ilyen háborús helyzetben a szatót szemléletet, mint amit nem fogadok el, mert nem egy olyan szituáció, történelmi szituáció van, amikor a gazdasági racionalitást, a stratégiai racionalitásnak felül kell írnia. Tehát fontosak a gazdasági szempont Lehetőség szerint a gazdasági veszteségeket minden körülmények között mérsékelni kell. De vannak helyzetek, amikor a gazdasági szempontokat, stratégiai szempontok, a hosszú távú következmények mérlegelése felül kell, hogy írja. És itt pont ezt látom megmagyarázhatatlannak, hogy az a magyar kormány, amelynek vezető politikusai élesen bírálták, a Putyini Oroszországot akkor, amikor együttműködő volt, amikor a nyugat vezető hatalmai keresték a politikai és gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, amikor Oroszország nem annektált területeket, betartotta a nemzetközi jogszabályait. Akkor, ugye, Éles bírálattárgya volt, és akkor, amikor drámaian megromlik a belső belpolitikai helyzet, amikor nincs tekintettel a nemzetközi szabályokra, agresszorként lép fel, lehasít, kihasít egy országból területet, majd teljes értékű háborút indít egy ország ellen, akkor meg védelmére kerünk. Tehát én általában is azt gondolom, hogy persze az a helyzet, hogy egy politikus ellenzékben van, vagy kormányon változtathat az álláspontján, de szerintem döntően itt nem ezt a szempontot kellene figyelembe venni, hanem hogy hogyan változott Oroszország. És Oroszország drámaian változott Putyin első két képest, különösen az utolsó kettőre, vagy azon belül is az utolsóra, aminek most fejeződik be. Következésképpen, amikor nem látom az okát a változásnak, mert nem látom a nyerességet, akkor én mindig arra gondolok, hogy itt van valami olyan súlyú kiszolgáltatottsága a magyar miniszterelnöknek, aminek az okát nem látom, de mert racionálisan nem tudom megmagyarázni, mert nem látom az előnyeit annak, hogy -e, szembe megyünk a nyugati szövetségeseinkkel. A nyugati szövetségeseink iránti lojalitás nem, Fontos, viszont külön utat képviselünk minduntalan, és egészen abszolút helyzetekben is Oroszország tekintetében, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy ez az ember nem önálló, nem autonóm, nem szabad Oroszország politikájának kialakításában. De itt kiteszem a pontot, mert ezen túl az okát nem tudom megmagyarázni, de azt látom, hogy a magyar politikai közösség érdekével szembe megy, amikor a, ma a szövetségeseink együttesen képviselt politikájával ellentétes álláspontot képvisel most már jó ideje. Nagyjából három forgatókönyv lehetséges a mai háború kimenetelét illetően. Oroszország valamilyen módon visszavonul, nyilván kényszeredetten az eredeti határai mögé, ez egy tiszta ukrán győzelem gondolom. Oroszország eléri stratégiai célját, végzetesen megsebzi az ukrán államiságot, hogy ez területileg mit jelent, igen. mit nem jelentett, a csuda sem Csuta tudja, kell-e hozzá ki-e vagy igen. nem, meg kell-e hozzá a mostani elnököt, vagy nem, valószínűleg igen. persze igen. Három, ez is egy újabb befagyott konfliktus lesz, és uh -huh. sokáig itt van uh -huh. közöttünk, uh -huh. ki tudja milyen végeredménnyel. A kérdés nyilván egyszerű, a válasz nem tudom, hogy egyáltalán megadható-e, mernél jósolni, hogy melyiknek a legjobb esélye a kimenetele? Én a háború viszonylag korai szakaszában elképzelhetőnek tartottam, hogy majd úgy fog befejeződni a háború, hogy átmenetileg lesz két Kórea, tehát két Ukrajna. Tehát, hogy vajon olyasmi történik, ami kóreai háborút lezárta. De hát azóta, mert hogy 22. szeptemberében hivatalosan is annektáltott négy megyét Oroszország, látom, hogy ez a párhuzam már nem fenntartható. Mert hogyha bizonyos területeket most megszerez, Oroszország, azokat nem csak megszállja, de annektálja is. Tehát nem az a helyzet lesz, hogy lesz egy nyugat-ukrajna és egy kelet-ukrajna, amivel kapcsolatban azt lehet feltételezni, hogy ahogy Vietnám, ahogy a két Németország egyszer majd egyesülés, majd visszakerülnek, hanem azok a területek úgy tűnik, hogy orosz felügyelet alá kerülnek, és annak reménye és esélye, hogy ilyen körülmények között visszakerüljenek, nagyon-nagyon kevés. És van még egy fontos dolog, amire szeretek minduntalan hivatkozni, már csak azért is, mert ugye a magyar politika kormányzó része az minduntalan arról beszél, hogy hát minél gyorsabban le kéne zárni ezt a háborút és fegyverszüneti megállapodást kötni, amit hát ugye egyébként azt hiszem valamennyien azt gondoljuk, hogy persze kössenek, bár ez leginkább rájuk tartozik már, mint az ukránokra. Na de illúzió azt gondolni, hogy önmagában egy fegyverszüneti megállapodás ezt a konfliktust megnyugtatóan lezárja. Itt ugye az a probléma, hogy Oroszország a 22-es háború előtt öt nemzetközi megállapodásban garantálta Ukrajna függetlenségét, területi épségét és szuverenitását. 2003-ban egy külön delimitációs szerződést kötött, amiben közösen határozták meg és foglalták szerződésbe a határaikat. Na most, hogyha ötön simán áttrapolt, akkor most egy hatodikon mi a garancia, hogy meggondolja magát, és nem kezdi folytatni. Tehát azon is kell gondolkodni, hogy amikor eljut ez a háború abba a fázisába, hogy a felek kölcsönösen érdekeltek lesznek abban, hogy leüljenek, tárgyaljanak, valamiben megegyezzenek, valami nagyon kemény biztonsági garanciát kell kapnia Ukrajnának, amely garancia arra is biztosíték lesz, hogy Oroszország nem újítja fel ezt a háborút. És ez nem csak az Ukrajnában élők biztonsága szempontjából fontos, hogy ők biztonságban tudhassák magukat, hanem Európa számára is fontos. Mert ha nincs ez a biztonsági erős garancia, ki fogja újjáépíteni Ukrajnát? És ha nem építik újjá Ukrajnát, akkor olyan mennyiségű politikai és társadalmi probléma gyűlik össze Ukrajnában, egy félig szétroncsolt országban, ami nem marad meg az ukrán határok között, és Európára dől, és leginkább a mi térségünkre. Tehát a magyar politika felelőtlenségét abban is látom, hivatalos politika felelőtlenségét, hogy nem gondol bele, hogy egy lezáruló konfliktus akkor felelősség teljesen lezárt, ha megvannak a biztosítékai annak, hogy ez nem fog kiújulni, és megvannak a biztosítékai annak, hogy ebből a roncsországból egy működőképes ország születhet néhány éven belül, ha ezt nem teremtjük meg, akkor egy prolongált bizonytalanságot és destabilitást telepítünk Kelet-Európába. Oroszországgal és az orosz birodalomról beszéltünk ma, természetesen nem tudtunk nem beszélni erről az átkozott háborúról. Miközben a birodalmakról beszélgettünk, mondom önöknek is, meg hát vendégünknek, ez Bíró Zoltánnak, hogy eszembe jutott, hogy a magyar hivatalos politika fura módon három olyan nagy országgal építi a kapcsolatát, amelynek mindnek van, volt, újjáéledőben van birodalmi karaktere, Oroszországnak, Kínának és az oszmán birodalom örökösének, országnak, Véletlen vagy nem véletlen, nem tudom önöknek megmondani természetesen, hogy van-e emögött bármilyen fajta megfontolás, vagy nincsen. Minden esetre sokan mondják, hogy nagyon-nagyon régóta az egyik legnehezebb időszakot éljük. Itt van az orosz-ukrán háború, itt van az izraeli palesztin Hamas konfliktus, a Tenger háborúja, Tájváron már nem is beszéltem, tehát nem emlékszem arra, hogy a második világháborút követően, 56 környékén persze voltak, abban uh -huh. a térségben is konfliktusok, de hogy ilyen talán nem volt, vagy legalábbis a mi emlékezetünket akkor ezt elkerüli. Azt mondanám, hogy érdemes ilyenkor higgatnak, normálisnak és felelősnek lenni, nekünk meg ezt a felelősséget, azt hiszem, hogy gyakorolni is. Segítettél ebben ma nekünk, hogy jobban értsük. Én köszönöm szépen. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltál. Ez Bíró Zoltánnal töltöttük ezt a elmúlt időszakot. Köszönjük szépen. Ez volt a Hát Így Podcast. Ha nem akarsz lemaradni a következő beszélgetésről sem, akkor iratkozz fel Gyurcsány Ferenc YouTube csatornájára, vagy kövess be minket azon a Zenemegosztó platformon, ahol éppen hallgatsz minket. Így automatikusan értesítést fogsz kapni a következő részekről. Köszönjük!